Tehát ez a téma most egy nagyon érzékeny téma, mert a mai kosárlabdában, különösen az európai kosárlabdában nagyon sok csapatot játsz alsóposztos játékos nélkül, ami szerinte nem jó. És ezt úgy gondolja, ez nem azért van, mert Golden State játékot akarnak játszani, hanem technikailag nem építenek elég jó ötös poszton játszó játékosokat. Azért gondolja, hogy a támadásnak azért kell, hogy legyen ötös poszton játszó játékosa, mert nálak nagyon fontos az, hogy jó egyes és ötös játékosod legyen. Kettes, hármas, négyes játékos az változtatható, de legyen egy fix pontja az egyes és az ötös poszton játszónak. Akkor is, hogy próbálsz találni, nagyon nehezen tudsz találni egy ötös poszton játszó játékost, akkor is kell, hogy legyen egy alsó poszton játszó játékosod, a magasságtól függetlenül. Tehát, hogyha egy alacsonyabb játékost is beáldozunk ötös posztra, akkor a csapat profitálni fog belőle. Hát jó alsó poszton játszó játékos, ha jó, tehát emelni fogja a dobó százalékot, hatékonyságát, mert a palánk alól sokkal könnyebb dobni, mint kintről a hárompontos vonalról. És amikor az alsó posztról beadjuk a labdát, akkor a védő nem tud olyan agresszív lenni az alsó poszton, mint ahogy tette azt a külső poszton, mert a védekezést össze fogja húzni. A másik ok, hogyha van alsó posztos játékosod, akkor minimum egy játékosod lesz a támadó labda megszerzésére, tehát jó pozícióban lesz. Különösen az alsó a segítő oldalon lévőnek. És egy játékosod már biztos, hogy lesz, aki gyorsan ki tud ugrani az alapvonali bedobáshoz, ami a támadó tranzíció szempontjából nagyon fontos. Tehát sok előnye van annak, hogyha van alsó posztos játékosod. Támadás szempontjából, védekezésben pedig, amit kell csinálnunk ellene. Tehát természetesen nem fogjuk tudni olyan könnyen megállítani az alsó posztos játékost, mint egy külső dobást, viszont limitálnunk kell a könnyű kosarainak a számát. Nem csak félpályás, tehát felállt védelme elleni alsó poszt védés, hanem egész pályás alsó poszt védésről is fog beszélni. Mindenkire szükség van ötöt ellen. Narancs csapat lesz a támadó csapat, és a fekete pedig a védőcsapat. Tehát ebben a szituációban legyen mondjuk a narancsárga játékos egy elég domináns alsó posztos támadó, tehát az ő védekezése innen kezdődik. Ha ő nem fog menni a támadó lepattanóért, akkor az egy komfortos, tehát komfort körülmény lesz a 8-as számú játékosnak. Viszont ha megy a támadó lepattanóért, akkor lehet, hogy egy védőfaltot fog rajta ütni, tehát már megérte, és mindig legyen aktív a támadó lepattanóért való harcban. Tehát lehet, hogy egy lepattanót sem fogok leszedni a mérkőzés során, de nem számít, de mindig tegyünk nyomást a védőre. Tehát a támadó lepattanó után fog kezdődni az alsó poszt védés a narancsárga játékosnak. Tehát első az, hogy neki a lehető leggyorsabban vissza kell érni a középső sávban. Tehát nem szabad engednie, hogy a védővonal elé kerüljön. Következő kérdés az, hogy hogyan állítsuk meg, és hogyan védjük majd ki az ő befutását, ha érkezik az első vagy második hullámban. Tehát nagyon sok edző azt mondja ennek a magas játéknak, azt mondják, hogy a gyűrű alá kell futnod, hogy tud védeni a büntető területet. De a mai kosárlabdában különösen
hogyha az ő mozgását akarod, hogy az ő mozgását akarod korlátozni. Akkor természetesen a labdavonal mögé kell futni, de ne fussál a gyűrű alá. Azért, mert főleg a mai kosárlabdában ez a játékos nagyon sokszor egy korai elzárást és leválást fog csinálni, tehát az ő szabálya a magas játékosoknak. Tehát ő azt kéri ettől a magas játékostól, hogy a tranzíció védésben úgy védje ki ezt a hullámot, hogy ne menjen a büntető vonal alá. Ebből a hogyha büntető vonal alatt helyezkedik, akkor le fog maradni erről az elzárás védésről. Tehát, hogyha kontrollálni akarjuk a magas játékosnak a tranzíciós játékát, akkor nem tudsz agresszív korai pick and roll védést választani taktikai lehetőségként. Tehát, hogyha itt hard hedge-el fogja védeni ezt a pick and roll-t, akkor az egy könnyű szituáció lesz ennek a két játékosnak. Természetesen nagyon szereti ezt a fajta pick and roll védést, de hogyha limitálni akarod taktikailag a 8-as számú játékosnak a támadó egységeit, akkor nem tudsz agresszívan védekezni itt a korai elzárás ellen. Tehát lerohanás védésbe ő azt szereti használni, hogyha csak kisegítek és visszalépek, vagy laposan védem az elzárást, de ez egy előny, hogyha az ő vonalában, testének a vonalában marad a védő számára, mert hogyha ő előrefele mozog, hogyha előrefele mozog, akkor előnyt fog adni a 8-as játékosnak. Gondoljunk csak abba bele, hogy a férfi Euroligában hányszor fordul az elő, hogy ez a játékos egy gyenge kisegítéssel meg tudja állítani a 4-es számú labdás játékost is, és a leválóra is tud figyelni. Tehát őt kell kontrollálni elsősorban. Nyilván ez majd a következő fázisa lesz a pick and roll védésnek. Hogyha nem játszanak elzárást, akkor az ő feladata az, hogy próbálja az ő pozíciójából kizökkenteni. Ugye az előző előadáson az volt egy védekezési törvény, hogy ne tudjon befutni labda felé. Tehát nem engedhetem be magam elé és labda felé, és aztán kezdek el rajta védekezni. Ebben a helyzetben automatikusan kispad, és nem lehet a pályán, mert ez is egy védekezési törvény. Tehát edzőként úgy gondolja, hogy a kosárlabdában, a támadásban alapelveink kell, hogy legyenek, védekezésben pedig törvényeink. Törvények azok a törvények, amiket be kell tartani. Támadásban opciók vannak és alapelvek, amikkel lehet változtatni. Ha betartják a törvényeket, akkor az nagyon jó dolog, és a pályád maradhat, de nála, aki a törvényeket nem tartja be, az nem játszik. Tehát próbáljon a magas játékos első hullámban befutni, védőjátékos cél, hogy lebámpolja, leütközze, és utána védje rajta alsó posztvédést. Tehát még egyszer ott kezdődik, hogy támadom a védőt, a támadó lepattanóval, azután nem megyek a büntető vonal alá a lerohanás védésbe, hogy tudjam védeni a pick and roll-t, illetve mozgok labda felé, hogy le tudjam ütközni a befutását. Következő lépés az alsó poszt védésének. Természetesen akkor, hogyha egy domináns alsó poszt játékosról van szó, hogy ne kapja meg a labdát. Tehát első opció, amikor egy passzra van az alsó poszt. Ez az A opció. A B opció, amikor két passzra van a labdától.
nézzük meg az első alszituációt, hogy ott mit akarunk csinálni. Az első törvény az, tehát legelőször is azt kell tisztázni, hogy az alsó poszt védekezés az nem egyéni védekezés, amit a Sala csinál, hogy a Sala védekezik, a többiek megnézik, hanem ez csapatvédekezés kell, hogy legyen. Tehát mindenkinek az a felelőssége, hogy az alsó posztot levédjék. Hogyha ez egy domináns alsó poszt játékos, akkor a scouting alapján természetesen változtathatunk pozíciót. Egy kicsit beljebb húzzuk a segítő oldalon lévő játékosokat, illetve az egy passzon lévő játékos, tehát az előző eladáshoz képest, ha ő egy, például egy Shaquille O'Neal, akkor természetesen az előző eladásokon hallottak szerint passávot védünk. Hogyha ez egy nagyon domináns játékos, akkor besegítünk egy nyitottabb védekezéssel, védekező alapállással. Ő azt tanítja a játékosnak, hogy ezt a fajta szituációt a támadók szemszögéből nem szereti. Azért, mert ebből a pozícióból, ha ő alapvonal felé megy, akkor a palánk mögött van, tehát ez a védőjátékosnak jó. Ezért azt kéri tőlük, hogy a vastag szálka vonalában kapják meg. Tehát amit szeretnénk csapatvédekezés terén, hogy a labdás és az alsó posztvédő játékos felelősek azért, hogy ebből az alsó posztvonalból kitolják, és kitereljék a nyolcas játékost. Ami azt jelenti, hogy ez az átadási vonal, ez ne egy egyenes vonal legyen, a labda az alsó poszton lévő játékos és a gyűrű között, mert ez egy tökéletes szög a labdának a bejátszására. Tehát azért is, mert ebben a pozícióban a védőjátékos nem feltétlenül tudja, hogy melyik oldalról védje a támadó játékost. Hogyha nincs meg nekünk ez a posztvonal, ez az átadási vonal, ha a vonal alatt van, akkor a másik oldalról fogja védeni. Tehát pont ezért a csapat védekezés első feladata, hogy a labdás védő folyamatosan nyomást gyakoroljon a labdára, és ne tudja könnyen eldönteni, hogy melyik kézzel, melyik irányba, milyen szögből passzoljon. Tehát természetesen ezzel egy időben a védőjátékosnak agresszívnek kell lennie. Tehát ahogy tegnap mondta Janez is, tehát öt opciónk van arra, hogy ezt az első passzt levédjük. Az első ez a háromnegyed védekezés fölülről, háromnegyed passzávédés, ugyanez alulról. A harmadik a front, tehát teljes testtel előről védés, úgyhogy háttal vagyok az emberemnek. Mögötte való védekezés. És amikor szintén előről védem, de szembe vagyok az emberemmel. De ez csak kevésszer fordul elő. Tehát ez egy érdekes taktikai húzás lehet például egy időkérés után. Tehát nagyon fontos, hogy amikor domináns alsó posztú játékos ellen készülünk, akkor taktikailag több opciónk legyen az ő védésére. Próbáljunk ezen változtatni, és legyünk felkészültek arra, hogy a negyedek között időkérés után utolsó 5 percben változtassunk az alsó poszt játékos védésénél. Tehát legyünk készek mindenre, és ezért gondolja úgy, hogy a felkészülési időszakban már U16-ban is meg kell próbálunk megtanítani a játékosokat arra, például ezeket a játékosokat, hogy alsó poszt technikákat ismerjenek. Hogyha 15 évesen elkezdik tanulni az alsó poszt technikákat, mondjuk 18 éves korukig, 3-4 év alatt, akkor az nagyon hasznos lesz a csapat számára, de hogyha nem tanítjuk meg őket három alatt, akkor vagy az edzőkkel, vagy a játékosokkal van a probléma. Tehát U16-ban muszáj, hogy legyen alsó poszt játékunk magasságtól függetlenül.
Tehát kérdés az, hogy melyik fajta technikát akarom alkalmazni. Ő azt preferálja, hogy legyünk agresszívak, tehát az ő törvénye az, hogyha a labda a büntetővonal fölött van, akkor passzában kell védenünk úgy, hogy legyen kontakt az alkarral, mert hogyha a testünkkel lesz és a csípőnkkel lesz az alkar, akkor egy, akkor egy jó alsó poszton játszó játékos le fog fordulni és pozíciót fog változtatni, és így könnyű lesz egy súlypont áthelyezés után beadni a labdát. Tehát ebből a szempontból sokkal könnyebben tud velem játszani, mint akár egy babával. Tehát az alkarral legyen a kontaktus, jobb láb fölül, és kent pedig az átadás vonalában. Tehát ebből a szituációban még az irányító játékos is láthatja, hogy nem könnyű ide beadni a labdát. Tehát legyek mély alapállásban, toljam az alkarral, és legyen a másik karom passában. Ha a labda a büntető vonal alá kerül, ez rajtatok múlik, tehát ez csak az ő véleménye. Tehát amikor a büntető vonal alatt van, akkor ő azt szereti, hogy teljes testtel előről védjük. Tehát legyek mélyen, legyen rajta a csípő, legyen fönt két kéz, és természetesen ebben a szituációban csapati védekezés terén is változtatni kell, mert a löppasszokra jobban kell tolódni a segítő oldali védőknek. Tehát amiről szó volt az előző előadáson, hogyha folyamatosan terelem az oldalvonal felé, akkor kisebb helye lesz a támadó játékosnak. Tehát ebből a front védekezésből könnyebben is fogok tudni egy betörésre besegíteni az alapvonal felé, ami ugye a célunk, hogy csak arra verjen meg minket. Hogyha a sarokba lemegy a labda, akkor két technika van arra, hogy hogyan váltsunk védőpozíciót. Az első az, hogy ebből a passzsáv helyzetből ellentétes lábbal, tehát keresztbelépéssel lépjek elé. Vagy az, hogy alatta menjek. Ő személy szerint az elsőt preferálja, mert ő agresszívan akar védekezni. Tehát, hogyha alatta megy, az már túl késő, mert túl lassú. A támadás szemszögéből meg kell tanítani a magas játékost arra, alsóposztos játékost arra. Tehát a jó játékosok, hogy... Tehát amúgy mozog a labda, tehát egy tipikus támadó hiba az, hogy a támadó játékos a labda felé mozog, és nem pedig az, hogy a labdával ellentétes irányba mozog. Tehát ahogy megy a labda kifele, így a támadó játékosnak befele kell mozdulnia, hogy előnyt szerezzen a védővel szemben. Hogyha a labda sarokban van és mozog a labda, akkor ugyanúgy ellentétesen kell mozogni, és nem pedig a labda felé, mert ezt akarja a védekezés, hogy minél kijebb kerüljön a gyűrűtől. Tehát ahogy megy a labda, támadó menjen kontaktusba, és menjen a labdával ellentétes irányba. Tehát egy jó támadó játékos ezt meg tudja csinálni. Hát technikailag azt részesíti előnyben, mivel a támadó azzal a védőhöz közelebbi lábával akar kontaktust kialakítani. Ezért ebben a szituációban külső lábával fogja kezdeni ezt a védekező lábmunkát, és utána fog fordulni és előről védeni.
Tehát ez az a technika, amit a pick and roll védekezésnél is tudunk használni annak a védőnek, aki az elzárást kapja. Tehát az ellentétes szituációban, ugye általában, amikor gyereket tanítunk, és ott van a labda a sarokban, akkor passában véded az alsó posztot. Tehát ez az általános képzésnek a feladata. De hogyha tovább lépünk a szinteken, és két passzra passzolunk, tehát, hogyha elmegy ez a skip pass, és két passzra lévőhöz jut a labda, akkor alatta kell mennem, és küzdöznem kell azért a pozícióért, hogy ne tudjon elém belépni, és ne tudjon elém befutni az alsó posztos játékos. Mert ismét visszatérünk az előző törvényhez, hogy előzzük meg a labda felé befutást és belépést. Hogyha így védte volna, akkor ez egy nagyon könnyű zsákolás lenne a 8-as számú játékosnak. Tehát jobb ballal fogok alatta elmenni, és ismét passáv pozícióba kerülni. Ezzel egyből a védőjátékos passáv pozícióba került az egy passzra lévő játékoshoz képest. Tehát a labdáshoz képest. Tehát amikor egy passzra vagyunk a labdástól, akkor a védekezés. Tehát ez is egy gyakorlat. Tehát ez is egy nagyon jó gyakorlat az egy passzra jövő játékosnak a védéséhez. Tehát minden gyakorlatba követeljük meg, minden gyakorlatba ezeket ismételjük és javítsuk. Tehát technikailag, ha a passzáv védésből, előről védésbe akarok lépni, tehát ezt egy úszó mozgásnak hívják, tehát ezzel az átlépő technikával fogok elé lépni, hogyha lent van a keze, de hogyha a keze fönt van a támadó játékosnak, akkor ellentétes irányba fogom magam átsegíteni a támadó pozíción. Tehát ha lent van a keze, akkor fölülről húzom át magam, ha fönt van a keze, akkor pedig alulról húzom át magam. Következő technika, amikor mögötte védekezek. Tehát az alkarommal leszek kontaktba, és nem a testemmel, nem akarok közel menni a csípőjéhez, azért, mert egy okos játékos könnyen meg fog verni még labda nélkül. Tehát, hogyha tűl közel van, akkor nagyon könnyen be fog oda úszni elé, és nem leszek jó védő pozícióban. Tehát maradjak lent, hajlítsam be a lábaimat, és ne legyek túl közel a csípőjéhez. Tehát ezzel meg tudom tartani a távolságot a támadó és köztem. Következő lépés, következő opció, B opció, ha nem kapta meg a labdát, de két vagy három passzra elment a labda. Természetesen ugyanaz a törvény lesz, hogyha segítő pozícióban vagyok, akkor a háromszög csúcsán helyezkedek el,
nem megyek nagyon az átadási vonal alá, mert akkor nem fogom tudni leütközni a befutását. Ezért a feladat az, hogy próbáljuk kontrollálni annak a számát, hogy bent a büntető területen belül kapja a labdát, hogy támadó lepattanókat szedjen le. Tehát egyszerűnek tűnik, de nagyon bonyolult elsajátítani. Tehát ebben a segítő pozícióban, ugye, hogy ugrok a labda felé, ahogy megy a labda, már nyitok ki, ott vagyok háromszög csúcsán, és ahogy fut befelém, akkor kontaktus vállalok fel a védővel, és tolom ugyanúgy passába kifelé. Miért? Azért, mert ugye az volt a szabály, hogy labda felé ne tudjon befutni a támadó játékos. Azért fontos ez, mert hogyha túl ki fog nyitni, és ő esetleg nem befut elé, hanem egy elzárást fog adni a labdás védőjének, akkor én védőként el fogok késni, és az már egy 2-1-es szituáció. Tehát ez már nem egy agresszív védekezés, és ez már egy 2-1-es szituáció, tehát el fogok késni. Pont ezért ebből a pozícióból, ahogy ő kezd felém futni, kontaktusba kell kerülnem a védő játékossal, és ez már egy normális 2-2 védés, amiből bármit tudok védeni. Így nem fog előnybe kerülni a támadó játékos. Ha látom azt, hogy ebből a pozícióból a sarokba megy a labda, akkor... És hogyha föl akar lépni a büntető sarokra, és ott vagyok kontaktban, akkor ugyanaz a szituáció, mint hogyha egy külső posztos játékost védenék, tehát passában védem a magas játékost is. Tehát most próbáljon cselezni a védő labda felé, és befutni az alapvonalra, tehát ebben a szituációban is szembe maradok vele, és ugyanúgy passában védem. Tehát ne legyen labda fele befutás. Tehát látjátok azt, hogy miért fontos az, hogy ezt a törvényt ezt betartsuk. Azért, mert több játékszituációban ugyanez a helyzet előfordul. A bal kéz legyen kontaktusban, jobb kéz legyen fönt passáv helyzetben. Természetesen a többi védőjátékosnak pedig a labda felé kell helyezkednie. Pontosan ezt akarja a védő csapat, hogy ez egy olyan szög legyen, amiből nem tud könnyű helyzetet kialakítani. Túl szűken vannak a játékosok, ez egy rossz dobás lesz, és az esetek 90%-ában ez egy lerohanás az ellentétes oldalra. Tehát ez egy olyan szituáció, amit nagyon sokszor alkalmaznak azok a csapatok, ahol domináns alsó poszt játékos van, hogy szabadon izoláltan hagyják az egyik oldalon. Tehát, hogy emlékeztesselek titeket, ugye a támadó lepattanótól kezdtük, tranzícióban korai pick and roll védése, első hullámnak a befutása, megállítani a labda felé befutást, aztán az alsó passz védése egy passzról, öt technika, passáv felülről, passáv alulról, teljes testtel előről védés, mögötte védekezés és szemből védés, testtel előtte. Most valami más fogunk csinálni, mert
tehát hogyha egy jó támadó játékos, természetesen nem mindig tudok megállítani, és nem mindig tudom megakadályozni, hogy bejusson a labda. Tehát ebben a pillanatban, ahogy mozog a labda, ugyanúgy mozog a védő, és ebből a pozícióból már is az ő teste és a gyűrű közé kell helyezkednem. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, még a legfelsőbb szinteken is, hogy amikor megy befele a labda, akkor a védőjátékos még mindig ugyanabban a pozícióban helyezkedik, és ez egy könnyű zsákolás, drop step, könnyű dobás. Tehát kössük össze az előző előadással ugyanazt a törvényt, tehát ahogy mozog a labda, mozogjon a védő, és már helyezkedjek a labda és a gyűrű közé. Hogyha emlékeztek rá, akkor ugyanúgy az irányító és külső játékosnak a törvénye is volt, és most az alsó posztos játékos törvénye is. Tehát nekem most ez a szituáció védőként egy nagyon jó szituáció, mert túl messze van a gyűrűtől, de vegyük azt, hogy ő egy kiváló játékos, és az is. Tehát mit csináljunk ebben a szituációban? Tehát ilyenkor minden játékosnak tolódni kell a labda felé. Tehát nézzétek meg, hogy ez körülbelül 50 méteres medence arra, hogy ő tudjon kosárlabdázni, tehát bármit csinálhat. Viszont, hogyha agresszív volt a labdás védő, és a többiek tolódtak labda felé, és ő folyamatosan cselezi a besegítést, akkor nagyon nehéz számára bármit is csinálni alsó poszton. Következő szituáció az egyéni taktika szempontjából az aktív karmunka. Amikor nála van a labda, akkor, és nem használ leütést, hogyha elkezd leütést használni, akkor ugyanúgy támadom, mint ahogy tanultuk azt a külső poszton játszó játékosnál. Bal kéz a labdán, jobb kéz védi a paszt. Azért, mert nézzük azt, hogyha mondjuk egy leütésből dob, akkor a másik kéz már készen áll arra, hogy fedezze a dobást, és ezért a jobb kezemet fogom ott felemelni. Tehát ugyanaz a szituáció, mint a closeoutnál történt. Hogyha ebből egy lefordulást csinál, akkor pedig emelem a bal kezemet, és már is védem a dobást. Tehát próbáljunk egy kicsit jobban dolgozni a karmunkának a technikáján is. Tehát csak azt szeretné látni, hogy csak az egyik kezét emelje fel mindig a védőjátékos, és ezzel akadályozza a dobást. Tehát ahogy a close-outnál is csináltuk, jobbkezes dobó, akkor balkézzel akadályozzuk, a balkezes dobó, akkor jobbkézzel akadályozzuk. Teljesen különböző a két dolog, hogyha akadályozom a dobást, vagy lógókézzel nézem a dobását. Tehát valószínű, hogy ezek a játékosok onnan alsó posztról dobni fognak, mert domináns játékosok. De hogyha tizet kell dobnia, úgy, hogy nincs rajta normális agresszív védekezés, nincs aktív karmunka, az teljesen más, mint hogyha minden szituációban akadályozom az ő dobását. Hogyha többször üti le a labdát és megáll, amikor megállt, és felvette a labdát, akkor két kéz fent, azért, mert nagyjából Jokic és Divac tud csak a kéz alul dobni egykezes alsóval, úgyhogy próbáljuk meg arra kényszeríteni, hogy minél nehezebb dobást válasszon. Tehát amíg fel nem vette a labdát, egy kéz a labdán, egy kéz pedig a oldalt, hogyha felvette, akkor viszont két kéz fönt.
Tehát ahogy befejezte a leüt, labdavezetést, két kéz fönt. Tehát biztos benne, hogy a dobó százalék ez miatt is csökkenni fog. Következő szituáció, amit meg kell vizsgálnunk, hogy mi van akkor, hogyha az alsó posztos játékos befele vezeti a labdát, és ha már oda vezette, akkor természetesen nem fogom már tovább terelni, hanem maradok a gyűrű és az emberem között. Mert azt akarja tőle, hogy kicsit agresszívabban vezesse be a labdát, és álljon meg, miután oda beért. Tehát két kéz fönt. Tehát ez egy különböző dolog ismét. Tehát már nem ebben a laterális pozícióba fogunk helyezkedni, hogyha bevezette a hossztengelyig a labdát, hanem egyből a gyűrű és az ember közé helyezkedek. Van valamilyen kérdés eddig? Tehát természetesen minden ilyen szituáción dolgozni kell, minden különböző szituáción, minden nap kell javítani ezeket a részleteket, ezeknek a hibáit. Még akkor is, hogyha nincsenek magas játékosaitok a csapatotokban, mindig gyakoroljátok ezeket, mert egyik nap szembe fogtok találkozni olyan csapattal, ahol van magas játékos, és neked készen kell lenned arra, hogy őt védjed. Tehát ez egy nagyon nehéz része a védekezésnek, ő ezt tudja. Több ok miatt is. Az egyik az, mert hogyha U16-tal kezdesz ezen dolgozni, nem olyan koordináltok, hogy ezeket végre tudják hajtani. Tehát nagyon nehéz összerakni itt ennek a lábmunkáját és a karmunkáját. Másrészt azért, mert az alsó posztjáték támadás és védekezés játék szempontjából is egy harc. Folyamatosan kontaktusban vannak, nincsenek a komfortzónájukban, és senki nem szereti ezt. Tehát mondjátok azt meg neki, hogy hány olyan játékos találtok, aki folyamatosan kontaktusban dolgozik és harcol, akár támadásban és védekezésben. Tehát nem népszerű, a játékosok nem szeretnek kontaktusban dolgozni. Tehát nagyon nehéz dolog, úgyhogy emiatt is folyamatosan dolgozni kell ezen. Természetesen ennek előfeltétele, hogy jó fizikális felkészültség legyen. Hogyha mindent megtettünk, és még mindig megkapják a labdát, jól védekeztünk, mindent megtettünk, megkapta a labdát, akkor még van egy olyan opciónk, hogy csapdázzunk. Az első kérdés és az első döntés, amit meg kell hoznunk nekünk edzőként. Nem tudom megmondani, hogy melyik a legjobb opció, de csak javasolni tudok nektek, amiből választotok. Tehát természetesen mind a négy pozícióból tudok csapdázni. Tehát csapdázhatunk innen egy passzról föntről. Csapdázhatunk az irányítóhelyről. Csapdázhatunk a segítő oldalról föntről és az alsó segítőről. Tehát mindig az edzőnek kell eldönteni azt, hogy melyik csapdázást választja. Ő úgy gondolja, hogy mindegyik szituáción dolgozni kell, mert ugye ez a védőrotációnak is egy külön feladata, de itt a fő kérdés az, hogy mikor akarok csapdázni. Tehát itt is az opciók azok, hogyha mondjuk felső segítőtől csapdázok. Most például akkor, amikor mozog a labda, akkor megy csapdázni. Tehát ez labda átvételének a pillanatában történik. Következő szituáció az lesz, amikor megtörténik az első leütése. Megtehetjük ugyanezt a második leütés után is. Vagy akkor is csapdázhatunk, amikor befejezte az aktív labdavezetését.
Szóval ezek az opcióink vannak. A játékosok képességeinek szintjéhez képest kell nektek eldöntenetek. Hogyha mondjuk a Jokicot fogom csapdázni, az nem biztos, hogy egy jó ötlet lesz. Hogyha egy olyan játékos kell csapdázni, akinek nem túl jó a döntéshozó látási képessége, akkor automatikusan csapdázzunk. Hogyha egy fizikálisan domináns játékos csapdázzunk, akkor ő azt preferálja, hogy az alapvonalról csapdázzunk. Tehát ezen lehet változtatni, viszont a csapatoddal mindig dolgozzatok ezen. Hogyha azt választod, hogy csak egy módszerrel akarsz csapdázni, akkor viszont ahhoz ragaszkodjál egész évközben. Hogyha föntről akarunk csapdázni a passz pillanatában, akkor legyen mondjuk ez egy ökölvédekezés. Hát ugye ez az előző előadásnak a témája, tehát ahogy mozog a labda, szintén ahhoz képest helyezkedek, és abban a pillanatban, ahogy a labda már a levegőben van, tehát nem ezen az úton fogok oda sprinteni csapdázni azért, mert hanem már úgy sprintelek oda, hogy fent van a két kezem. Azért, mert meg akarom akadályozni, hogy egyből a csapdából kipasszolja a labdát. Tehát ahogy mozgok a labda felé, passávvédésből nyitok ki, ahogy mozog a labda, sprintelek, fönt a két kéz, lent maradunk, és ez a feladatunk, hogy megtámadjuk a labdást. Tehát természetesen a csapdában nem akarunk faltolni. Azért, mert valószínűleg egy domináns alsó poszt játékos, jó büntető dobó játékos is. Épp ezért nem az a feladatunk, hogy ott faltoljunk, hanem az, hogy tehát ugye ez egy tehát azt akarjuk, hogy az alsó poszton lévő játékos kezéből kerüljön ki a labda. Tehát ebben a szituációban a rotációt úgy fogjuk végrehajtani, hogy ez a játékos nem nyit ki annyira, hiszen ez lehet egy jó játékos is, jól dobó játékos is. Ott a két ember között helyezkedek el, mindkét védő játékos. És mi van akkor, hogyha kikerül az alsó posztról a labda? Tehát mivel az alsó poszton lévő játékos lehetőségeit akarom limitálni, ezért az ő védőjét nem szeretném elrotálni, mert nem szeretnék mismatchet kialakítani. Tehát nem full rotációval dolgozok, hanem azt szeretném, hogy az alsó poszton lévő játékoson maradjon a saját védője. Éppen ezért úgy rotálok, hogy őt meghagyom a saját emberén. Tehát természetesen, hogyha én itt két passzra vagyok, akkor nem fogok oda sprintelni a sarokban lévő játékoshoz, hanem már a segítő védő helyén a háromszög csúcsán helyezkedek el. Hogyha már viszi a labdát a csípőjéhez, akkor passába helyezkedek, ha a másik oldalra, akkor nyitok ki. Tehát ismételten ugyanazok a törvények, amikről eddig is beszélt. De ezek U12-es szabályok, amiket már ennyi idős korban el kell kezdeni tanítani.
Tehát védőként látnom kell az emberemet is, és látnom kell a labdát is. Tehát nézzük meg most az egészet az elejétől. Tehát gyakorlatban fontos szempont, hogy egy pillanatra mindig tartsák meg a labdát, hogy a védő tudjon alkalmazkodni. Ismét a kommunikációra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem maradjon el. Tehát első, hogyha innen elmegy a passz, passzsáv, nyitok, és utána megyek csapdázni, ahogy megy a mozog a labda. Nyit, csapda, és rotáció, és kommunikáció. Most egy másik játékos megy csapdázni. Tehát az ő feladata az, hogy amikor tudjuk, hogy a csapda érkezik, akkor mögötte maradok, és nem védekezek rajta passzsávban agresszívan, mert akkor ez egy nagyon könnyű dropstep és befejezés lesz a végére. Hát amikor a labda már a levegőben van, azon nyomba sprintelek, tolódok le a kettő közé, mindkét játékossal segítő oldalról. Tehát most a passz pillanatában próbáljuk meg oda 45 fokba kipasszolni a labdát, és majd ott egy X-rotációt fog alkalmazni. Elég sok információ egy edzésen belül a játékosoknak, de talán két hónap alatt egyfajta csapdázással el lehet jutni arra a szintre, hogy készségszinten tudják csinálni. Tehát ne felejtsétek el, a sarokban lévő játékos üresen van, igen. Viszont most a feladatunk az, hogy hogyan állítsuk meg a domináns alsó poszton játszó játékost. Tehát valaki üresen fog maradni, de az a célunk, hogy onnan ne kapjunk kosarat. Nézzük meg, hogy az átadónak a játékosa fog csapdázni. Mondjuk, hogyha ő nem egy jól dobó játékos, akkor ebbe a szituációba helyezkedik, és ebből a szituációból fogok rotálni. Tehát négy emberes rotáció. Ismét csak az a célunk, hogy az alsó poszt védőjét ne vonjuk bele a rotációba. Tehát ő maradjon mindig a saját emberén. Tehát ez egy nagyon nehéz dolog, hogy egy keresztpasszra átérjenek a védők ebben a védő rotációban, de ismételten emlékeztet mindenkit arra, hogy az a cél, hogy a magas embernél ne legyen labda. Tehát fontos az, hogy különböző csapdázási szituációkat más néven nevezzünk el, mert így fogja tudni a magas védő is, hogy mi éppen a csapatnak a védő feladata. Tehát most onnan az alapvonalról fogunk csapdázni. Tehát a támadás szemszögéből csak egy apró részlet, amit meg kell beszélni. Hogyha bejut oda Benjihez a labda, tehát
Tehát ebből a szögből nem látja az ellentétes oldalát a pályának. Tehát ő nem szereti azt tanítani a belső posztos játékosoknak, hogy hátat fordítsanak a gyűrűnek, hanem ő azt szereti, tehát hogyha így kapja meg a labdát, tehát nem látja a sarokban lévő védőt se, meg a csapattársát se. És ezért nem szereti háttal átvenni a labdát, hanem úgy szereti, hogy az alapvonallal párhuzamosan az alapvonalnak háttal veszi át a labdát. Ez az egyik oka ennek, hogy lássa a segítő oldalt. Másik, amiért nem szereti, hogyha most háttal vette át a gyűrűnek a labdát, akkor nincs előnye a lábmunkában. Tehát nem tud olyan előnyt kiharcolni, amiből könnyű kosarat tudna dobni. Viszont ebben a szituációban, ha az alapvonalra párhuzamosan helyezkedik, akkor ez már egy előnyösebb szituáció. Ebben a szituációban könnyen le tud fordulni a gyűrű elé, ebben a szituációban könnyebben tudja támadni a pálya közepét. Tehát ő azt tanítja a játékosainak, hogy párhuzamosan az alapvonallal, háttal az alapvonalnak vegye át a labdát alsó poszton. Támadás szempontjából, hogyha egy jobb kezes alsó posztos van, mint a 8-as számú játékos, akkor támadás szempontjából jobb őt a másik oldalra rakni, mert könnyebben fogja megtalálni a szabad játékost a segítő oldalon, tehát a csapattársát. Most ugye láttuk azt, hogy bal kézzel mennyire nehezen osztotta ki a labdát. Tehát jobbkezes alsó posztos játékosnak sokkal komfortosabb ezen az oldalon játszani. Másik, ami szintén nagyon fontos, ami itt eszébe jutnak ilyen apró részletek, hogy azért nem szeretnénk szintén a csípőnkkel védekezni és kontaktusba kerülni vele. Az okos támadó játékosok ilyenkor ebben a szituációban mit csinálnak? Nem kell ehhez erősnek lennie támadóként. Tehát ennek semmi értelme van, ez nem kosárlabda, ez box, ez birkózás. Szóval, ha ő tol engem kifele, lefordulok, és már is előnyösebb helyzetben vagyok. Tehát az ő kontaktusát fogom kihasználni, és lépek el tőle, és ezzel szerzek előnyt magamnak. Nagyon fontos megtanítani a játékosoknak, hogy a csípőmet távol tartom tőle, alkar, és amit ma már sokszor láttunk és hallottunk. Van eddig kérdés a csapdázással kapcsolatban? Kollégák. A védőjátékosok zárják úgy össze a lábaikat, hogy ott a két csapdázó két játékos között ne tudjon elférni. Tehát nagyon fontos, ugye ezt Jánez is mondta a close-out szituációnál, hogy ahogy megy ki a labda, fordulok, nem védőláb munkázok, hanem sprintelek. Hogyha ide passzolja a labdát, akkor is sprint és close out.
Van kérdés, mehetünk tovább? Következő szituáció. Hogy játszunk olyan tipikus elzárások ellen, amik a magas játékossal történnek, magas játékosra? Tehát első szabály volt, hogy ne engedjük befutni labda felé. Sima UCLA elzárás. Tehát mögé állás a magas játékosnak. Tehát mivel az volt az első számú törvény, hogy a labda felé történő befutást ne engedjük, ezért a 19-es játékosnak a feladata elsődlegesen, hogy védje ezt az elzárást. Tehát mozogjon a labda felé, és ne engedje befutni labda felé. Tehát nincs semmi probléma, egy hiba történt, folyamatosan ismételjünk, folyamatosan javítsuk a hibát. Tehát ahogy elment a labda, abban a pillanatban már mozogni kell passába. Tehát ugyanaz a törvény az előzőekből. Következő elzárás egy ilyen keresztelzárás lesz. És ugyanaz a szituáció, hogyha ő kezd felém futni, leütközöm, nem engedem labda felé. Ha irányt vált, lábmunka, és ott fogom passába védeni. Tehát próbáljon befutni labda felé, hogyha az nem sikerül, akkor hátsó befutás. Tehát mindegyik másik játékossal ugyanazokat a törvényeket alkalmazzuk. Próbáljuk meg az egész csapat számára ugyanazt az 1-2-3 egyszerű törvényt alkalmazni. Hogyha elkezdjük azt használni a játékosoknál, hogy ha megváltoztatjuk a szituációkat, ha ez történik, ha az történik, így védjük, úgy védjük, akkor az problémás lesz a csapat számára, tehát olyan egyszerű törvényeket hozzunk, amit mindenki követni tud. Egy újabb szituáció, ami nagyon tipikus a magas játékosoknál, az alsó alapvonali elzárás. Tehát ugyanaz a törvény, hogyan védekezzünk ez ellen. Tehát ugye az elején ez egy három ember védésének feladata. Tehát agresszívnak kell lenni, ugyanazok a törvények, mint eddig. Ennek a játékosnak passávot kell védenie. Ha be akar futni, nem engedjük labda felé. Ha alapvonal fele megy, akkor próbálom kitolni az alapvonalon túlra, próbálom tolni, hogy ne tudja könnyen megadni azt az elzárást. Egy típus hiba az, hogy mozgok labda felé, fut alapvonal felé és engedem. Ez egy abszolút típus hiba.
Tehát folyamatosan követnem kell, és tolni kifele az elzárásból, hogy ne tudja könnyen megadni azt a blokkot. Ennek a védőnek ugye eddig is ez volt a szabály, ne tudjon befutni labda felé. Tehát védőként, ahogy látom, hogy érkezik az elzárás, nem akarok belefeküdni az elzárásba, hanem kontaktust keresek azzal a játékossal, aki kapja a blokkot. Amikor látom, hogy érkezik az elzárás, már is ott vagyok kontaktusban, és nem engedem labda felé. Tehát ha felfele megy, akkor ez a feladatom, hogy megütközzem, és ne engedjem labda felé. Hogyha fölfele a büntetővonal sarkára fog futni, vagy elzárást adni a labdásnak, ugyanaz, ne engedjük föl, menjünk vele, ne maradjunk le, mert így fogok tudni elzárást védeni. Ugyanez a szituáció ugye már előkerült az előzőekben. Tehát menjek vele, legyek ott kontaktba, toljam ki a blokkból. Ne kerüljön előnybe a támadó csapat. Hogyha alul akar menni, tehát az elzárás alatt, megütközöm, és ugyanúgy tolom kifelé. Tehát lényeg az, hogy az elzárás vonalából ki kell tolnom. Tehát azt akarjuk, hogy vele maradjon, és ne az elzárás alatt menjen. Tehát ezekkel az ütközésekkel eléggé lekorlátozzuk azt, hogy jó elzárásokat tudjanak adni. Kérdés? Most egy elzárás szituációnak a védését fogja megmutatni. Akkor, amikor ez egy izolált pick and roll mondjuk az irányító és az ötös poszton játszó játékos között. És itt az alapvonali védőnek ugye hosszú utat kell befutni ahhoz, hogy segítsen majd a leválásra. Ezért az első opció az, hogy amikor a szerb válogatottnak volt az edzője, nagyon hatékony volt. Hogy váltson és csapdázzon. Te, hogy jön az elzárás, váltsanak. Ugyanazok a törvények vonatkoznak az alsó poszt védésére, az alacsony játékossal is. Azonnal menjünk csapdázni. Jövök a két játékos közé, tolódok, ha kimegy a labda, akkor rotálok, és a magas játékos kerül vissza saját emberével. Tehát lényegében ugye elváltjuk, megcsapdázzuk az alsó posztot, és ahogy a csapdából kikerül a labda, szintén visszaváltjuk, és a magas játékos marad a magassal, a többi rotál, és majdhogy nem mindenki a
helyére kerül, és nem lesz mismatch, nem fog kialakulni. Tehát ott az egy passzra lévő játékos nem hagyjuk ott, hanem ott a két támadó közé kell kerülni. Tehát vált, csapda, helyezkedés, kikerült a labda, és rotálják el a külső posztosok. Tehát még a felnőtt szinten is, és még top szinten is, hogyha csapdázni fogjuk a magas játékost, akkor valószínű sok időnek kell eltelni ahhoz, hogy innen a labdát arra a helyre juttassák, amit felhagyunk és üresen hagyunk. Tehát a csapdából való kipasszolás után több időnek kell eltenni ahhoz, hogy a labda visszajusson alsó posztra. Tehát ismételten az a célja a csapdázásnak, hogy a domináns magas poszton játszó játékos megállítsuk. Nem azt akarja ezzel mondani, hogy ez egy tökéletes védekezés, de biztos, hogy sok olyan szituációját le fogja korlátozni a belső posztos, alsó posztos játékosnak, amit limitálni akarunk. Természetesen nem fogjuk megakadályozni, tehát nem fogjuk megállítani ezt a domináns játékost, viszont a dobó százalékát és hatékonyságát csökkenteni tudjuk. Másik ilyen szituáció, amit úgy hívunk, hogy next pick and roll védekezés. Amikor ezzel az izolált pick and roll-al azt tesszük, hogy marad a saját emberével. Tehát amikor belevezeti az elzárásba a labdát, akkor csak kisegítek és visszalépek, viszont az egy passzra lévő játékos fog tolódni és besegíteni. Tehát az elzárást adó játékos védője csak kisegít, cselez és visszalép. Tehát természetesen ti edzők fogjátok eldönteni, hogy három játékossal akartok-e a védekezésben rotálni, a segítés után, váltás után, vagy pedig négy játékossal. Itt most egy négy játékos rotációt fog alkalmazni. Tehát fontos az, hogy az alsó poszt védője a saját emberével maradjon, és ne legyen váltás. Tehát nem erős kisegítést fog csinálni, mert nem akarunk a leválónak előnyt adni, hanem vele akarunk maradni. És a célunkat elértük, hogy a magas játékosnak a védője az emberével maradt. A spanyol csapatok játsszák nagyon sokat, Valencia nagyon szépen játsza, tökéletesen játsza ezt a védekezést. Hogyha múlt héten láttátok a Milánó-Bologna mérkőzéseket, akkor a Bologna tökéletesen játszott a négy meccsen keresztül, és 4-0-ra nyertek az Armani Milánóval szemben, és meg is nyerték a bajnokságot. És az volt a céljuk ezzel a védekezéssel, ezzel a next elzárás védéssel, hogy nem tudja azt játszani a támadó csapat, amit szeretne, és kizökkentem a kényelmi zónájából. Arra forszírozzuk a támadó csapatot, hogy megtaláljuk, hogy passzra kényszerítsük a játékosokat, ami nem a Milánónak a játéka volt, ezzel őket kizökkentettük a komfortzónából. Kizökkentették. Tehát most két előny van a védekezésben az, hogy az alsó poszt védője maradjon az emberével, tehát magas játékossal. Tehát ez nem a támadó csapatnak, tehát a támadó csapat nem tudja elérni a célját, amit akar ezzel a védekezéssel szemben. Egy következő szituáció, ami szintén nagyon sokszor előfordul támadásban, a mai kosárlabdában, amit hármas váltásnak hívnak. Tehát ebben a szituációban
Ezt a fajta hármas váltást fogják alkalmazni. Tehát egyrészt a leváló játékost meg kell ütközni, és időben oda kell érni a védő pozíciókra. Most ebben a szituációban a mismatchünk van, amit, tehát a támadók ebben a szituációban ezt ki akarják használni. Tehát most ez a támadónak a hibája volt, amit csinált. Hát 3 hónapja tanítja neki, hogy az ő feladata nem az, hogy oda váljon le, hanem az a feladata, hogy a gyűrű alá váljon le. Azért, mert ő ebben a pozícióban lesz hatékony. Mert ez egy jó spacing a támadó csapat számára. Tehát ebben a szituációban ki fogják használni, ki akarják használni a mismatchet. És hogyha bejut a labda, bejut a labda, bejut a labda. Tehát ugyanazokat az alaptörvényeket kell követni. Ugye minden egyes csapda szituációnál mindegy, hogy most itt a pick and roll védésnél milyen taktikát alkalmaznak, de hogyha csapdáznak, akkor mindenhonnan ugyanaz a technika, és mindenhonnan ugyanazok az alapelvek. Láttuk, hogyha így helyezkedik a 27-es játékos, akkor nagyon könnyen le fog fordulni a 8-as játékos a gyűrű felé. Tehát hogyha már mögötte védekezik és megkapta a labdát, akkor a gyűrű és a labdás közé kell helyezkedni. Ugyanezzel a rotációval fog dolgozni, 3-as rotációval a csapda után, és így tovább, és így tovább. Hogyha szembe akarnak háromszögelni a támadó játékosok, akkor szépen visszarotálják segítő oldalon, és mindenki a saját játékosával, saját emberével fog maradni. Tehát, hogyha oldalt váltanak, akkor általában a támadó csapat, a védő csapat számára egy kis időt fog adni arra, hogy visszarendezzék a mismatcheket. Tehát most nincsen előnye, és visszakerült a magas játékos a magasra. Ha elzárást akar adni, akkor soha nem menjél a büntető vonal alá. Maradj közelebb hozzá, hogy tudja az elzárást védeni. Lerohanás védésbe domináns
alsó poszt játékos ellen ne játszunk erős kisegítéssel, ne videkezünk erős kisegítéssel, mert előnybe lesz a leválásnál az ellenfél. Hogyha hullámban labda fele érkezik, akkor ne tudjon befutni. Ütközzük meg, és már is helyezkedjünk el a jó pozícióba. Az nekünk kedvező, hogyha a játékos ott kap labdát, mert ez egy rossz pacing lesz, rossz helyezkedés, viszont ne kapja meg ott a büntető területen belül a labdát. És próbáljuk meg azt is megakadályozni, hogy egy lába benn legyen a büntető területen belül. Ez harcról szól, küzdésről, kontaktusról, lábmunkáról szól. Következő lépés az lesz, hogyan védjük, hogyha egy passzra van a labdától. Első opció. Fölülről 45 fok. Fölülről 45 fokban passzsában, és aztán előről, hátulról, előről, szemből. Ha a labda az ellentétes oldalon van, szintén ne engedjük a befutást, ütközzük meg a befutást. Hogyha a labda a 45-ből a sarokba megy, akkor ebből a pozícióval külső-belső lábbal, majd külsővel helyezkedjünk. Ha lentről megy fölfel a 45-be, akkor fordítva külső-belső, és ismét a másik. Ha a labda két passzra megy, akkor ebből a pozícióban alatta menjünk, ütközzük meg, és szintén passzsába. Labda 45 fokban, alsó elzárásnál ütközzük meg, és menjünk vele. Ha ugyanennél az alapvonali elzárásnál alatta megy, ütközzük, és már is kerüljünk elé. Csapdánál, a rotációnál egy passzra föntről, 45-ből, ellentétes oldalról is. Kulcspont az, hogy ne faltoljunk a csapdánál. Próbáljunk csak a külső játékosokkal rotálni, hogyha kimegy a labda a csapdából. Próbáljuk ezt az úszó mozgást végezni, hogyha a pozícióért harcolunk. Keresztelzárásnál toljuk ki az elzárásból. Ugyanez a többi elzárásnál is, labda felé ne fusson be. Pick and roll védésnél domináns alsó poszt játékos ellen csak segítsünk ki, vagy laposan védjük, vagy next védekezéssel védjük. És menjünk a templomba, és imádkozunk azért, hogy megállítottuk a játékost. Természetesen ezt mind egy mérkőzésen belül nem tudjátok mind végrehajtani. Tehát úgy gondolja, hogy ennek az 50%-a is túl sok. Tehát ezekből választanunk kell, hogy melyek lesznek a törvényeink, hogyan védjük a pick and roll-t, hogyan csapdázzunk, dolgozunk keményen, és készítsük fel erre a csapatunkat. Tehát ahogy már mondta, az edzői szakmának a kulcsa az, hogy meggyőzzük a játékosokat arról, hogy ezek a törvények és a mi szabályaink azok jók lesznek a számukra is. Hogyha egyre magasabb szinten edzősködsz, akkor hozzá tudsz egyesével adni különböző elemeket. Módszertanilag próbáljunk a játékosainknak egyszerre csak egy opciót tanítani. És amikor elégedett vagy és fejlődnek benne, akkor mindig csak egyet adjunk hozzá. Tehát sokkal jobb, mint hogy egy opciót csináljunk a lehető legjobban, mint hogy több opciót kevésbé jól vagy rosszul. Tehát meg kell érteni azt, hogy ez öt játékosnak a védése, az alsó poszt védése, tehát öt játékos kapcsolata és feladata. És próbáljunk már U16-tól dolgozni az alsó poszt támadáson és alsó poszt védésen is a csapatainkkal.
magyarázzátok el nekik, hogy hogyan tudnak jó támadás ellen védekezni. Mert hogyha rosszul támadnak, akkor ez nem lesz probléma a védekezés számára. Tehát köszönjük szépen, ezt akarta elmondani ezekkel a témákkal kapcsolatban.